Már kora délelőtt mesterlövészek pásztázták a szabadkai Masterplast cég környékét a magyar és a szerb kormányfő érkezése előtt. A biztonsági készültség miatt több rendőr golyóálló mellényt is viselt. A két miniszterelnök látogatása egyébként incidensek nélkül zajlott le. Tapsvihar fogadta a vállalatba elsőként érkező szerb kormányfőt. Alexander Vučić és Bunford Tivadar, a Masterplast EU Kft. Alapító igazgatója kézfogással köszöntötték egymást. Ezt követően érkezett meg Orbán Viktor és a magyar küldöttség. A magyar kormányfőt a szerb miniszterelnök és a Masterplast EU Kft. Alapító igazgatója fogadta a vállalat udvarán. A rövid egyeztetést követően a kormányfők biztonsági emberek gyűrűjében átsétáltak a vállalat ünnepélyes megnyitásának helyszínére.